Sziasztok! Folytatjuk tovább a vektorokkal. Most ugye úgy hagytam abba az előző videót, hogy megígértem, hogy most foglalkozunk azzal is, hogy mi van, ha egy vektort valós számmal szorzunk meg. Tehát lényegében folytatjuk tovább a vektor műveleteket. Valós számmal való szorzást skalár szorzásnak is nevezük, skalárral való szorzásnak is, hiszen van egy lambda skalár számunk, így a lambda szor a vektor alatt az alábbi vektor tértjük, tehát lambda szor a, lambda szor a1, lambda szor a2, lambda szor an, igazából annyi szor szorozzuk meg a lambdát, ahány koordinátája van nekünk az a vektorunknak. Szó mi szó? Tehát skalárral úgy szorzunk egy vektort, hogy minden elemét beszorozzuk a skalárral, tehát a lambdával. Nézzünk erre egy konkrét példát. Van az a-vektorom 3 és 2 koordinátákkal, a lambda jelen esetben most ugye a 2, a lambda szorral pedig úgy fog kinézni pofon egyszerűen hogy kettőször be kell szorozni ugye a három és a, a kettő koordinátákat, azaz kettőször három az egyik koordináta, a másik a kettőször kettő, azaz a lambda szor a vektor nem lesz más, mint a hat és a négy. Ilyen egyszerű. Ugye, mint minden vektoros feladatnak, ezt is lehet geometriai úton ö, szemléltetni. Maradjunk annál, hogy az előző példából induljunk ki, hogy ugye volt az a-vektorom, annak a koordinátája volt a 3 és a 2, és lambda pedig a 2-t választottuk. Ugye ezt is lehet geometriai úton ábrázolni tehát. Akkor nézzük, hogyan fog módosulni az eredeti 3-2-es koordinátájú a-vektorunk, ha megszorozzuk 2-vel. Ugye a vektorom úgy nézett ki, hogy 3 és 2, ez nagyjából itt fog kinézni. Ugye ez az A vektorom. És megszoroztam én ezt ugye kettővel. Ugye ha meg elvégeztem a lambda szor A műveletet, akkor azt kaptam, hogy 6 és 4 lesz ugye a koordinátája. Tehát ha én ezt most igyekszem más színnel jelölni, mondjuk pirosan. Tehát 6 és 4 lett, ami nagyjából így fog kinézni. Ugye ez pedig a lambdászor a vektorom. Lényegében, ha ezt megnézzük, észrevesszük azt, hogy Kétszer, kétszer, szoroztuk meg az eredeti a vektorunkat. Ez lényegében a lambdászora, a jelen esetben mirevel a lambda 2 volt, ez jól lehet látni, hogy az eredeti vektorunk kétszerese, azaz ez nem lesz más, mint a 2 a vektorunk, tehát az eredményvektor hatásvonala az a vektoréval azonos, mivel az, az, az a, a az eredeti A vektoromat ugye kétszer ö, szoroztam meg, tehát ez kétszeresére nyúlik. Ö, lényegében azt kell megjegyezni, hogyha a lambda az nagyobb mint ö, nulla, ugye, akkor a, az eredmény vektor hatásvonal az az A vektoréval lesz azonos, de ha mi van akkor, hogyha a lambda kisebb, mint nulla. Ha nem kisebb, mint nulla, akkor az eredmény vektorom az, az A vektorral ellentétes lesz. Ugye, még egyszer, Hogyha a lambda nagyobb, mint nulla, jelen esetben ez a kettes ugye nagyobb, mint nulla, akkor az eredményvektor az a vektoréval azonos, tehát tovább folytatódik, kétszeresére megnyúlik, úgymond. De ha a lambdának kisebbet választok, mint nulla, akkor az eredeti vektor vektorral ellentétes irányában fog működni. De nézzünk erre egy példát. Mi van akkor, ha maradunk ennél az eredeti vektornál, ugye, hogy 3 és 2-es koordinátája van, és most én azt mondom, hogy a lambdának választok mínusz 0,5-öt. Ilyenkor a lambda szor a vektor úgy fog módosulni, ahogy ugye a skalárral való szorzásnál megtanultuk az előző videó, vagyis az előző diába, tehát 0,5 ször meg kell szorozni a 3 és a 2 koordinátákat, azaz most az eredményvektor az mínusz 1,5 és mínusz 1 lesz. Akkor jelöljük be mínusz 1,5 és mínusz 1 tehát itt lesz nagyjából, és ugye megtanultuk, hogyha a lambda kisebb, mint nulla, akkor az A-vektorral ellentétes irányú. Ha a lambda nagyobb, mint nulla, akkor az eredményvektor hatásvonala az a vektoréval azonos. Szóval, ugye ha én ezt be is húzom, és így, Kiszámoltam, ugye, egy kicsit görbe, de ez lett, ugye, mínusz 0,5-ször a vektorom, és mivel kisebb, mint 0, ellentétes irányú az eredeti a vektorral. Továbbá még van -e olyan szabály, hogyha a lambda, tehát nagyobb, mint 1, mint mondjuk itt, ugye, kettőt választottam, akkor az eredeti vektorhoz képest nyújtást fogunk végrehajtani. Ha az én lambdám az 0 és 1 között mozog, jelen esetben, mint ennél a példánál, hogy mínusz 0,5-nek választottam a lambdát, akkor az eredetihez képest az új eredményvektorom zsugorodik. Tehát az ábrából is jól leolvasható, hogy az eredetihez ugye nyújtottam, nagyobb volt. Ugye, ha 0 és 1 között értéket választottam a landánál, akkor ez bizony zsugorodott. Menjünk tovább egy feladattal. Így szól a feladat, hogy vegyük fel a nem párhuzamos, nullvektortól vektortól különböző A és B vektorokat. Akkor nézzük ezt a feladatot. Kétszer A vektor plusz B. Hát hogyan lehet -e ezt elképzelni? Hát úgy, hogy van egy, ugye ez egy sima összeadás, csak, hogy az előző videómban mutattam, hogyha sima összeadás van a vektoroknál, akkor össze fűzzük őket, és ne zavarjon, hogy itt kétszer A van, hát az azt jelenti, hogy az eredeti vektorunk kétszerese, tehát ez a kétszer A eddig eljutottunk, plusz B vektor, ez egyszerű simán összefűzés, mint a gyöngy, vagyis a láncot összefűznénk, itt van a B vektorom, és lényegében a kétszer A plusz B az nem lesz más, mint a vektorok összeadásánál megtanultuk, szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutató vektor az összeadás, azaz ez lesz a kettőször A plusz B vektorom. Nézzük a következőt. Ne foglalkozunk most a mínusz elő taggal, nézzük az zárójelben A plusz B, ami azt jelenti hogy szimpla összeadás, A vektor összefűzve itt van a B vektor, ha összeadnám, és nem venném figyelembe a mínuszos előtagot, ugyanaz úgy járnák kell, mint az előző. Nél az a szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutatna. Ha nem lenne itt a mínusz. De mivel ott van a mínuszos előtag, akkor én már tudom, hogy ez szépen meg fog fordulni, mivel mínuszos előtagja van. Azaz mit jelent? Hogy ez lesz a mínusz A plusz B eredményvektorom. Mert itt van egy mínuszos előtag. A következő már egy kicsit érdekesebb. Kétszer B vektorból egyharmadszor A vektor. Hát ezt hogy kell elképzelni? Jelen pillanatban most ne foglalkozzunk a kétszeres taggal, illetve azzal, hogy egyharmad, hanem nézzük azt meg, hogy ugye ez egy kivonás van itt az zárójelben. És lényegében az A-B különbség vektorból kell ö, kiindulni, ami úgy szerkeszthető meg, hogy közös kezdőpontból kiindulva felrajzoljuk az A-t és a B-t. Ugye van nekem egy B vektorom, A-B vektorból kell kiindulni, különbség vektortól, ami közös kezdőpontból szerkeszthető meg, ami azt jelenti, hogy innen fog ö, kiindulni nekem az A vektorom, ugye már, és akkor most fogom, ez lenne az eredeti. De ugye itt van egy kétszeres szorzó, meg egy egyharmados szorzó, ezért én most itt szépen felbontom, ami azt fogja jelenteni, hogy 2B mínusz 2 harmad A vektor. Hát ez úgy fog kinézni, hogy a B-nek lesz a kétszerese, ugye és szépen kicsit hosszabbra rajzoltam, ugye ez a két B. Hát a kétharmad A az mit jelent? Lényegében azt jelenti, de tudjuk, hogy ugye kivonás van, ami azt jelenti, hogy a, a kisebb ittendő felé fog mutatni a nyilam, tehát a B felé fog mutatni. Ugyanak, de itt van az, hogy mínusz kétharmad, ez azt jelenti, hogy nagyjából én az A vektoromnál az ö, egyharmadot lecsippentek, és így fog mutatni a kisebbítendő felé az új vektorom, azaz ez lesz a kettőször B vektor mínusz A per 3 vektorom. Így fog kinézni. Igazából ezt csak gyakorolni kell, meg el kell képzelni, meg ahogy az előző videómat, ha nézitek, és jól elsajátítjátok az alapvető vektor műveleteket, akkor az ilyen feladatok sem okoznak majd problémákat. De menjünk is tovább. A vektorokat ugye fel lehet bontani különböző irányú összetevőkre. Van a lineáris kombináció, amelyben legyen V1, V2, VK, N-dimenziós vektor és lambda 1, 2, lambda k skalárok. Ekkor C1 elő lambda 1 V1, meg lambda 2 ször V2, ahogy a skalárral való szorzásnál megtanultuk. Ö, ö, vektort V1, V2, VK vektorok lineáris kombinációjának nevezzük és itt kell megtanulni a vektoroknak a felbonthatóságának tételét, én ezt gyorsan elmondom, de erre majd nézzünk majd példát, és akkor kicsit leülepszik. Legyen A és B két egymással nem párhuzamos, és nem is null vektoraségban. Ekkor a velük egységű tetszőleges C vektor egyértelműen előállítható majd az A és B vektor lineáris kombinációjaként, vagyis felbontható A és B vektorokkal párhuzamos összetevőkre. Ezt általában így szokták jelölni, hogy tehát az a C vektor, amit lambdászor A, meg műször B, ugye a lambda és a mű az eleme a valós számoknak, de majd ígérem, mindjárt megértitek. Vannak ugye a bázisvektorok, hogyha felveszünk a síkon két tetszőleges, A és B nem egyállású, O kezdőpontú vektort, akkor bármelyik velük egységű V vektor egyértelműen felbontható az adott vektorokkal egyállású összetevőkre, azaz egyértelműen ö, fel lehet írni a következőt, tehát akkor menjünk lépésről lépésre. A síkban vegyünk fel A és B nem egyállású O kezdőpontú ö, két vektort, mit tudjam én, itt van a, az A vektorom a síkban, ugye itt van mondjuk az O, az origó, ugye nem egyállású O kezdőpontú, itt pedig van a B vektorom. És ugye az úgy szólt a feladat, hogy azt mondja ki a bázisvektor, akkor bármelyik velük egységű V vektor egyértelműen felbontható. Tehát, úgy kell elképzelni, hogy úgy, ugye itt van a v-vektorom, ez a velük egységű v-vektor, ahogy a szövegben hangzik. Ugye a v-vektor végpontján ilyenkor párhuzamost húzunk az a és a b-vel. Húzzunk párhuzamost az a-vektorral, és húzzunk párhuzamost a v-vektorral, ami azt jelenti, hogy így fogok én párhuzamost húzni a B-vel, és így fogok én párhuzamost húzni az A-val. Ezt is megtettük. És ugye van itt egy kis hézag. Itt, illetve itt. Lényegében, ha ezt látjuk, akkor a v, a v vektor egy paralelogrammába foglaltuk be, és ez a kis hézagunk, a K1, szer az A, ugye? Mert egy, a K1, K1 az lényegében egy tetszőleges szám, hogy valahányszoros az A-nak, nem tudjuk, és itt is ez meg a K2, szer a B vektorunk. És a, ahogy a paralelogramma a megtanultuk, a v-vektorunk lényegében fel lehet úgy írni, hogy k1-szer az a, hiszen ez, mert így tudtunk csak most húzni a v-vektorunkkal, plusz k2-szer a b-vektorunk, és ne felejtjük el, hogy az o, az jelen esetben egy ö, vonatkoztatási pont. De ha most elsőre nem volt érthető, akkor a feladatoknál biztos, hogy meg fogjuk érteni. Nézzük a helyvektorokat. A sík pontjait egy vonatkoztatási pontból kiinduló vektorokkal ö, jelöljük, ezeket helyvektoroknak nevezzük, szűkebb értelemben bázisvektoroknak nevezzük azokat az i és j egységnyi egymásra merőleges vektorokat, ahol az itt Plusz 90 fokos forgatással átviszük a J-be. Az I és a J közös kezdőpontja a vonatkozhatási pont, az O pont az az origó jelen esetben, de ezt is szépen lehet szemléltetni. Tehát ezt a mondatot, hogy könnyebben értelmezhető legyen, rajzolunk egy koordináta rendszert itt van az O pont, a vonatkoztatási pont, a közös kezdőpont az origó. És az ének és a ének a közös kezdőpontja az origó. Ugye itt van, most átváltunk, itt van nekem az i -m. És ugye, ha a plusz 90 fokkal átpörgetem, ahogy itt a mondatban van, akkor a jébe viszi át. Ez pedig a jém. Tehát eddig eljutottunk, hogy értelmezzük a, a mondatunkat. És ugyanúgy közös állásból behúzzuk a helyvektort, amit az előzőbe is lényegében ugyanazt fogom elmutatni. És a helyvektor, a V vektorom, az egy P pontba fog mutatni. Ezt a P pont, ez a P pont megadja a K1 és a K2 szemp, ö, számpárt, hiszen ha én ide levetítem az X-tengelyre, és ide vetítem az Y tengelyre, akkor itt kapok egy K2 számot, illetve egy K1-et, tehát K1K2 koordinátákkal fog. Ö, rendelkezni ez a, a v-vektor, ami a p-pontba ez a mutat, tehát a p-pontnak a koordinátája a k1 és a, a k2, tehát a k1-k2 szempárt mondjuk a p-pont, vagy néven az op helyvektor koordinátájának is, és ezt az op helyvektort lényegében, fel lehet úgy írni, ugye ez egyenlő a v-vektorral, ha megnézitek. Ugye ez nagyon fontos ezt egy kicsit elsajátítani, mert amikor majd az egyenes egyenletét kell ö, felírni, akkor jó, ha az majd biztos alapokon fog állni. Tehát az OP helyvektort, ami nem más, mint a, a v-vektor, ugye, ahogy az előzőekben csináltuk, azt ugye fel lehet írni, hogyan? K1 szer i, ugye? Plusz k kettőször a j, ahogy az előzőekben is megmutattam. De mi van akkor? Most nézzünk egy másik felállást. Rajzolok én gyorsan egy koordináta rendszert. Hogyha van nekem, ugye a közös kezdőpontból, mit tudjam én, van itt nekem egy B vektorom, és ebből van egy A vektorom közös kezdőpontból, és ugye az A vektor mutat egy A pontba, a B vektorom pedig mutat egy B pontba. És ennek akarom behúzni a helyvektorát, ugye ebből látszik, hogy ez egy különbségvektor lesz ami azt jelenti, hogy ez az A-B vektorom. De hogy én ebből mit akarok kihozni? Azt akartam ebből kihozni, hogy az A-B vektorom, tehát ez a különbség vektor, nem helyvektor, hanem ez a szabad vektor, ez a V vektor az A és B helyvektor különbsége. Tehát akkor tisztázzuk, az A és a B az A és a B pont helyvektora, tehát az A és a B az a helyvektor, míg a különbség vektoruk, az lesz a szabad vektor, ez össze nem keverendő ezzel. Ezért gondoltam, hogy erre én kitérek. Nézzünk még egy elméletet. A vektorok hossza, hogy számítjuk ki? Egy koordinátákkal adott vektor hossza egyenlő a koordináták négyzet összegének négyzet gyökével, tehát van egy A vektorunk, koordinátája A1, A2, a hossza abszolút örték A nem lesz más, mint az első vektornak a négyzete, plusz a második koordinátának a négyzete, és mind az egészből gyököt fogunk vonni. De fontos megjegyezni, ha van nekem egy A pontom, annak van A1 és A2 koordinátája, és van nekem egy B pontom. Képzeljük el, mint ahogy az előző diám volt, annak van egy B1 és B2 koordinátája. Akkor mi lesz az AB vektoromnak a a hossza. Hát ez lényegében úgy fog módosulni, ha a képletnél ragaszkodunk, hogy B1-ből ki kell vonnom az A1-et, és ezt emelem négyzetre. A B2-ből kivonom az A2-t, és ezt emelem négyzetre. Szóval, hogyha egy. Ö, ö, Vektorromnak a hosszát akarom kiszámolni, ugye akkor a1 a négyzetem, meg a2 a négyzetem, tehát első koordinátán négyzetem, illetve Második koordináta a négyzeten. De ha egy AB szakasznak a koordináta, AB vektornak a hosszát akarom kiszámolni, ugye amelyiknek az A-nak is van két koordinátája, B-nek is van koordinátája, akkor nagyon fontos, hogy ezt a képletet használjam. Nézzük a feladatot, és ebből már jobban meg fogjuk érteni, hogyan is viselkednek a, a, vektorok különböző műveletekkel. Van ez a szabályos hadszögünk, amelyben ki van kötve, hogy a, az A, B vektorunk az A vektorunk, az A-ból az F-be mutató pedig a B vektor, tehát ilyen állásaik vannak a két adott vektorunknak. Ugye Behoztuk, a, összekötöttük a szabályos hatszögünknek a csúcsait, ugye ez nagyjából egy közös meccéspontja van, az O meccéspont, és azt mondja a feladat, hogy fejezzük ki az AU, AC, DC, BE, FB, DF, CE vektorokat az AB vektorunk segítségével. Nézzük először az AO vektort. Hogyan fogjuk mi kifejezni az A és a B-vel? Hát mi az AO vektor? Ez az AO vektorunk, ez pedig, ha jobban belenézünk, akkor ö, nem lesz más, mint ö, a, ö, ha a módszertől módszert követjük, hogy az A vektorral párhuzamost húzunk, a B vektorral is párhuzamost húzunk, és ugye a paralellogrammának az átlója fogja adni az AO vektort, azaz A plusz B vektor, Tehát az összegvektor lényegében, ahogy ugye az előző diámban már említettem, nézzük az AC-t. Az AC lényegében ez a vektorom, erről beszélek, de mivel mi már kiszámoltuk, vagyis eljutottunk addig, hogy ez a vektor, az AO, az az A plusz B. és nekünk ugye ezt kell megkapni, az A-ból a, a C-be mutató vektor. Ugye itt nem nehéz belátni, hogy az A-val párhuzamosan ez is egy A vektor. Ezt hozzáadom, ez pedig az A vektor, mert ha megnézitek, A plusz B vektor plusz A vektorunk, fogja adni az AC vektort, az A-ból a, a C-be hiszen szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutat, ugye ez az összeadás vektornak a lényege. Nézzük a következőt, DC vektor. Hát hol van a DC? A D-ből a C-be mutat, itt. D-ből a C-be mutat, nem nehéz belátni, hogy ez párhuzamos a B vektorral, tehát ugyanaz, ugyanaz, csak D-ből a C-be mutat ellenkező irányú, mint az eredeti B-vektorunk, és nem nehéz belátni, hogy ez a B-vektor vektora, azaz, ez nem lesz más, mint a mínusz B-vektor. Nézzük a következőt, BE. A BE az a B-ből az E-be mutató vektor, tehát ez a nagy átló kell nekem, B-ből az E-be, iránya pedig ez lesz. Nem nehéz belátni hogy a B vektor lényegében párhuzamos. A B vektorra lesz párhuzamos, tehát eddig van egy B vektorunk. Innentől kezdve ez a B vektor tova folytatása, mondhatni kétszerese, ez is még egy B vektor, hogy eljussunk az E-be, azaz ez kettő B vektor, a BE vektorunk. Nézzük az FB-t az f-ből a b-be mutató, az f-ből a b-be mutató vektorra van most nekünk szükségünk. És ugye innent látszik, hogy közös pontból indul ki a b-vektorom, a-vektorunk, és nekünk az f-ből a b-be mutatót kell megtalálni, ami lényegében nem lesz más, mint az A és a B vektorunk különbségvektora, azaz A-B vektor. De miért A-B és miért nem B-A például? Mert ahogy az előző diámban is említettem, ugye az f a FB vektort kérdezi, azaz az F-ből a B mutató, Tehát ha le akarom egyszerűsíteni, ennek a vektornak ugye ez az iránya. És megtanultuk azt, hogy a különbségvektor nem más, mint mindig a, a vektorunk feje a kisebbítendő felé fog mutatni, ezért az A vektorból kell kivonni a B vektort, hogy megkapjam az FB vektort. Nézzük meg a DF vektort. A DF vektor az pedig ez lenne a DF vektorra van szükségem, és nem nehéz belátni, hogy tudjuk, hogy ez a szakasz ugye az A plusz B vektorunknak a tovább folytatása, amely ilyen irányú. Ugye ez az A plusz B vektor, azt most ide írom, mert ez egy kicsit bonyolultabb lesz így elképzelni. Ugye ez az A plusz B vektorom, és hogy a DF vektort megkapjam a D-ből az F-be mutatót, ugye nem nehéz látni, hogy ez pedig az A vektorom, ami sajnos most ilyen irányú. Tehát ilyen irányú vektorokat kapok, de nekem a D-ből az F-be mutató vektoromra van szükség, ezért én ezt úgy tudom a legegyszerűbben megkapni, hogyha az AB vektorom ilyen irányú lenne, ami nem más, mintha az AB vektorhoz ugye egy mínusz előjelet teszek, megfordítom, ugye ilyen irányú lesz, és ilyen irányúnak, ellentétes irányúnak kellene, hogy legyen nekem az A vektorom, hogy be fogjam tudni húzni a DF vektort, mert akkor fogom megkapni ugye a szabad kezdőpontból, a szabad végpontba mutató vektoromat, Azaz, a mínusz a plusz b-hez hozzá kell majd nekem adni az a vektor, csak hogy az ugye ilyen irányú, de nekem ilyen irányú vektorra van szükségem ellentétes irányúra, ezért én hozzáadom a mínusz a vektort, és ha én ezt szépen elrendezem, ugye azt kapom, hogy mínusz a mínusz b mínusz a, azaz a df vektorom nem más, ha kifejezem az a és a b-vel, mint mínusz 2 a-ból b vektor. Kicsit bonyolultabb, de ha jól meggondoljuk, akkor így a legegyszerűbb eljárni. Nézzük a C-et. A C-et hogy fogom kifejezni az A és a B-vel? A C-et keresjük meg, a C-ből az E-be mutató vektorra van nekem most szükségem, tehát erre a C-ből az E-be mutatóra. És... Azt tudjuk, hogy ez B vektor, ugye lényegében itt is egy paralelogramma van, paralelogramma módszerrel is ki tudjuk számolni a d a, C-et, ugye a c -e ből mutat, és tudjuk, hogy ez is B vektor, azt tudjuk, hogy ez az A vektor, csak hogy ez ilyen irányú. Hát az nekem nem lesz jó. Az lenne nekem a jó, ha az A vektor ilyen irányú lenne, mert akkor a C-et az simán szabad kezdőpontból a végpontba mutat, akkor a simán ki tudom én számolni. Na hát most jön az, mint az előző részben volt, hogy ugye kell nekem olyan, hogy B vektor, illetve ehhez hozzá kell adnom a mínusz A vektort, hiszen ilyen irányú A vektorra van szükségem, nem pedig ellen az eredetire. Tehát hozzáadom én a mínusz A vektoromat, és ezt szépen elrendezem, akkor azt fogom kapni, hogy mínusz A plusz B vektorral fogom én tudni kifejezni a CE vektort. Nézzük a következő példát. Írjuk fel az A-2 és B-3-4 pontokba mutató helyvektorokat az I és a J bázisvektorok segítségével. Először is tehát rajzolunk egy koordináta rendszert. és felveszem az A és B pontokat. Ugye ezek helyvektorok origóból indulnak, azaz az A vektorom, ugye A pontnak az, ez az A helyvektora, a B pontnak pedig ez a B a helyvektora, ugye az A helyvektor mínusz 2, 5 volt, a B pedig ö, 3, mínusz 4 Megtanultuk azt, hogy ugye az i és j bázisvektorok segítségével kell nekünk felírni. Ugye itt van az i bázis, itt pedig a j bázis, ha 90 fokkal elforgatom az i-t, megkapom a, a j-t. És alkalmazom azt, amit az elméletben ott az elején mondtam, ami egy kicsit bonyolult volt, az A vektoromat pedig bázisvektorokkal úgy fogom tudni kifejezni, hogy az A vektornak mínusz kettőször az I bázis, plusz ötször a J bázis. Ilyen egyszerű, és ennek ö, példáján a B-t is ki tudom úgy fejezni, háromszor az I bázis, plusz mínusz négyszer a J ö, bázisvektor és ilyen egyszerű volt ez a feladat, bonyolult, hangzott, de pofon egyszerű. Ugye ezért mondtam, hogy az elméletet jól el kell sajátítani. Nézzük meg a következő példát. Adott az a vektorunk, mínusz 4, 11, b vektorunk, 8, 7 ö, koordinátákkal, határozzuk meg a 3a vektort, mínusz 5b vektort, 6a vektor, plusz b vektort, és a 9b vektor, minusz 2a vektorok, koordinátáit. Lényegében tehát vektor koordináta műveletek szerint fogjuk ezt a feladatot megoldani. Olyan egyszerűen, hogy a 3A vektor az olyan ugye skalára fogjuk megszorozni, tehát az A vektor beszorozzuk 3 szor mínusz 4, ez az első koordináta, a második a 3 szor 11, tehát a 3A vektornak a koordinátája nem lesz más, mint mínusz 12. 33, ez egy skaláral való szorzás, vektor skaláral való szorzása, amit a dia elején mutattam. Nézzük a következőt, az úgy hangzik, hogy mínusz 5B vektor. Ez is skalárral való szorzás. Mínusz 5-tel megszorzom a B vektornak a Koordinátáit. Mínusz 40, 35-öt fogok kapni. Nézzük a következőt. 6A vektor plusz B. Hát ezt lehet úgy, hogy először elvégzem az A vektort, aztán hozzáadom majd a B vektort. Tehát 6-tal meg kell szorozni az a vektor első koordinátáját, illetve az a vektor második koordinátáját, és ha ezt kiszámoljuk, akkor az lesz, hogy mínusz 24 66, és ehhez kell hozzáadni a B-vektor koordinátáit, ami úgy fog kinézni tehát, hogy mínusz 24 Plusz a B vektor első koordinátája az 8, 66 plusz B vektor második koordinátája a mínusz 7. Tehát a 6a plusz B vektornak a koordinátája mínusz 16. 59 nem nehezek ezek a feladatok, csak tudjuk a helyes lépéseket, mit mivel adunk össze az elsőt az elsővel, másodikat ugye a másodikkal, ahogy ugye a feladatban van. Nézzük még gyakorlásképpen az utolsót. 9b vektor mínusz 2 a vektor, tehát 9b vektor mínusz 2 a vektor ezt is érdemes külön-külön megcsinálni. Megcsináljuk először a 9 a B vektort, ami úgy fog kinézni, hogy 9 ugye 8, B vektor első, 9 mínusz 7, és ha ezt ugye kiszámoljuk, akkor a 9 B vektor az nem lesz más, mint 70, 2, mínusz 63 koordinátájú, és akkor kiszámoljuk most a, 2 a, a vektorunkat, ugye 2 ször mínusz 4, ugye az a vektor első koordinátája, 2 ször 11 a vektor második koordinátája, és ebből adódik az, hogy ez mínusz 8, 22 koordinátákat kapott. Na, most jön a 9b mínusz 2 a művelet elsajátítása, ahogy ugye a feladat szólt, azaz 72-ből mínusz 8, az ugye 80, mínusz 63-ból 22, az mínusz 85. Tehát ez lett a 9B vektor, mínusz 2A vektor koordinátája. Nézzük az utolsó feladatot, levezetésképpen számítsuk ki az A vektor hosszát, ha kezdőpontja A-nak 5, 7, végpontjának B-nek pedig mínusz 1, mínusz 2 a koordinátája. Ugye most jön életbe, amit tanultunk, az AB vektor hosszát, hogy számoljuk ki, ugye ha nem csak egy vektorról beszélünk, B1-A1 a négyzeten, meg B2 A2 a négyzeten, ami azt jelenti, ha visszahelyettesítek, Ebből azt kaptam, hogy gyök alatt a 117, azaz az A vektor hossza nagyjából 10,817 lett. Ezzel végeztünk is a vektor alapvető műveleteinek elsajátításával.